No, hát üdvözöllek titeket! Itt van ez az úgynevezett toborzó villamos. Ugye a 43-14, illetve a 27-es Tátrákról beszélünk, amelyeket most megcsináltak úgy, hogy néhány részen, belül, illetve kívül is beláthatunk a villamos működésébe. Ugye ezt mutattam már az idefele úton. Most jelenleg itt közlekedik az 59-es vonalán, mint láthatjátok. Ugye Szépilon a kocsiszín adja ki, tehát itteni járatokban kell gondolkozni, hogyha valaki meg szeretné nézni, de ugye a pályaszámok alapján bőségesen könnyű megtalálni őt, hogy éppen melyik viszonylaton tartózkodik. No, és akkor most visszaszálltam itt a 43-14-be, és most még van időnk, meg utas sincs, meg állunk, és a fények is jobbak, és át tudjuk nézni igazából jobban, mert mozgás közben kicsit nehezen tudtam nektek mutogatni, illetve azt is észre kell venni, hogy minden egyes számhoz, tehát itt láthatjátok az egyest, ott a kettest, ahhoz van egy információs panel is, méghozzá itt. Tehát láthatjátok, hogy az egyes a relék. Ez hol volt? Itt. És akkor itt egy elég hosszú leírásban ír erről, most nem fogom nektek felolvasni, és magamtól pedig sokat nem tudnék róla beszélni, hiszen abszolút nem értek hozzá. És a ketteshez is itt van, hogy FET panel, és akkor ott a kettes számon meg tudjátok nézni, hogy az, amiről olvastok, az hol és miként helyezkedik el. És ugyanez az ajtónyitásnál is egyébként, tehát itt láthatjátok a 4-es számot, és akkor valahol biztosan van egy panel, ahol igen, itt a panel, az ajtó, hát panel, egy kiragasztott matrica, nem tudom ezt miért mondom így, de teljesen jó, és akkor itt el tudjátok olvasni, hogy végállás kapcsolók, tehát a 4-es a végállás kapcsoló, illetve kapcsolók. És akkor ugyanúgy láthatjátok, itt is van 1-es, ott van ajtóvezérlő egység. És akkor egy hosszú szöveget el tudtok róla olvasni, amivel egyébként az utazás is izgalmasabb, mert mondjuk pont az 59-es járat nem nevezhető túl izgalomdúsnak. Úgyhogy még egy olyan ember is, aki esetleg nem is feltétlenül érdeklődik a villamosok iránt, annak is lehet egy kis információ, adatgyűjtés, illetve egy kis unaloműzés is. Mi a hármas? A hármas a hajtómű. Egyébként baromi érdekes volt itt az út folyamán, hogy láthattuk, ahogy ezek, tehát hogy mennyi mindennek kell működnie ahhoz, hogy egy olyan egyszerű folyamat, mint az ajtó kinyitása, illetve becsukása megtörténjen. És egyébként akkor gondolom kint is van. Hol van a? Itt. Itt is vannak számok, nem? Nem, hát itt nincsenek. Mondjuk jó, hát elég fura is lenne egyébként itt menet közben itt nézni, bent megolvasni. Kívülről meg itt ugye nem érünk rá olvasgatni, hiszen a megállóba egy percet, ha maximum tartózkodik a villamos. Úgyhogy ezeket bent keressétek. És tulajdonképpen ugye azért toborzó villamos, mert ugye ezt az egészet azért csinálták, hogy jelentkezzenek a BKV-hoz, ugye ezt itt lehet megtenni, ha erre rákerestek, de mindenképpen javaslom, hogyha budapestiek vagytok, ha van időtök is, ha nincs túl távol itt nektek ez a Szépilonás kocsi szín által kiadott viszonylatok egyike, akkor lessétek meg ezt a villamos, mert mindenképpen érdemes, bár azért olyan hatalmas dologra nyilván ne készüljetek, tulajdonképpen a beltérben, ami érdekes, ez az ajtónyitó, illetve itt ez a hatalmas rész, amiben azért van bőven érdekesség, és megmondom az őszintét, hogy itt az elektronikai szekrény kapcsán én azért jóval több kérdéssel fordulnék egy szakértőhöz, illetve egy ilyen információs táblához. Ugye tulajdonképpen egy, illetve kettő áll rendelkezésre, de például vannak itt olyan dolgok, amik engem még érdekelnének. No, még egy felvétel, tehát elő van a 43-27, és a 14 pedig hátul. Igazából kívülről mondom, semmi extra, csak azért mondom, ha már még van 3 percünk, akkor csinálok nektek egy snittet, még a járművezető sincs bent. Úgyhogy még egyszer egy kis körbetekintő, és akkor felszállunk, megyünk a délihez.